Én meg anyósom nagyon jó viszonyt ápoltunk, aztán hirtelen jött egy olyan, hogy jött egy nabos sztori. Amikor még az első nabos sztorink volt, nem ez, ami most van, hanem az első. És akkor nem kérdezte meg egyszer sem tőlem, hogy figyelj be, mi lesz a gyerekekkel? Két kiskorú gyerekről beszélünk, tehát még Evelyn sem volt nagykorú. Mi lesz a gyerekekkel, ha, mert én is vádlott voltam, és én is felfüggesztettet kaptam másfél évet, meggyőzés vagy másfél évtől többet kapott valamennyivel. Felfüggesztve másodfokon, mert első fokon letöltendőt kaptunk. Mind a ketten? Mind a ketten, és nem, és nem kérdezte meg anyósom, hogy figyelj. De ezt hogy bírtátok? Tehát amikor első fokon mind a ketten letöltendőt kaptatok, akkor nem volt az, hogy a gyerekeknek felborult a hormonháztartásom. Ez volt, 35 éves voltam. Felborult a hormonháztartásom. Most nem azt akarom mondani, hogy elmaradt a víz, na de nem volt menszezem, vagy két évig. Mert olyan szinten... De akkor az benne volt a pakliban, hogy mind a ketten börtönbe kerültek. Igen. Benne volt a pakliban, hogy mind a ketten börtönbe kerülünk, és ott van két kiskorú gyermek, és anyósom, képzeld el, aki egy köpésre lakott, úgyhogy papucsba tudott volna jönni hozzánk, nem kérdezte meg azt, hogy Bea, mi lesz a gyerekekkel, ha mind a kettőtöket a legrosszabb esetben. Egyszer sem kérdezte meg. És amikor már ott voltunk, hogy a tárgyalás folyt, nem hívott föl. Mikor a döntő ítélet volt a másodfokú Balassagyarmaton, akkor sem hívott fel. Anyu fogta magát, és kijött hozzánk, és akkor csak annyi, hogy megölelt, megpuszilt, és azt mondta, hogy örülök, hogy így alakult. És ezt anyósom a szomszédból nem tudta megtenni ugyanezt. Nem tudta megtenni. És akkor azt mondtam Győzőnek, hogy Győző, az én anyám kijött. A te anyád miért nem jött át? Te nem vagy, ennyire nem vagy fontos anyádnak. Mert oké, hogyha engem lecsuknak, de ott vagy te, mint fia. Nem érdekli a sorsod? És akkor én ott mondtam, hogy figyelj, Győző, szerintem mi nem vagyunk fontosak a anyukádnak. Tehát ennyiben néz minket, ami... És sokan nem értették azt, hogy miért van ez az anyós-meny viszony, hogy tudott idáig fajulni. Nem tudom, hogy tudott idáig fajulni. És képzeld el, hogy nagyon, nagyon rossz, rettenet rosszul érintett, mikor meghalt, mert... A mai napig is mindig azon jár az eszem, hogy ha anyósom élne, vajon mi hogy lenne? De nem tudom, hogy ez hol csúszott el, hogy miért ment így el. Na most könyvszökött a szemedre. Hát nem tudom, hallott, hogy. És a végén, amikor már tudtuk, hogy anyósomnak már hazaküldték a kórházból innen, kék golyóból, akkor már mindenki tudta, hogy szegénynek ma nem sok van. És még akkor is azt mondta, hogy nem haragszik rám. Tehát remélem, hogy azért úgy ment el, hogy nem haragszik rám.